Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a vízöntő jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, a díjam 4000 forint. Felhívnám arra is a figyelmeteket, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás, egy kártya kivetés, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megtekintjük azt, hogy mi várható október hónapban a vízöntő jegyében születetteknél. Az első hét itt látható. Ha te egy férfi vagy, akkor te állsz itt a középpontban. A hölgyeknél ez a férfi jelenti a párkapcsolatot, a lelki társat. Ez a férfi az első sorban van, tehát fölötte nincsenek kártyák, az jelenteni az ő gondolatait vagy terveit. De nem beszél erről. Valamit szeretne megváltoztatni, mert előtte a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet egy barátság, ez lehet egy autó vétele vagy eladása, hiszen itt a mozgás mellett megjelennek a halak, jelentik az anyagi dolgokat. Általánosságban, tehát a hölgyekre is vonatkozik, volt valami a múltban, ami megbántott téged. Benne érzed magad ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Lesznek itt baráti kapcsolatok, lesz mozgás, valaki ad egy jó tanácsot, vagy beszélgettek, vagy segít neked. A torony az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is. Ez nem kellemes, de lesz megoldás, lesz egy kiút. Itt láthatóak a barátok, a beszélgetések, a mozgás, a változások. A halak nem csak pénzügyi dolgokat jelentenek, bevételt vagy kiadást, hanem jelentik a belső értékeket is. Minden esetre látható itt, hogy lesz mozgás, lesznek változások. Második hét október hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, itt jelensz meg a kivetésnél. Itt a kártyák fölötted utalnak a gondolataidra. Kell a mozgás, a beszélgetés, például az anyagiakról. Ez a mozgás lehet egy férfi, aki közeledik hozzád, beszélni akar veled, ez lehet egy jó barát vagy ismerős. De ez a mozgás jelenthet mást is, mindazt, ami mozog, autó, sport, utazások, változások. Itt előtted megjelennek ezek a kártyák, a gyermek utalhat a gyermekekre, itt szívélyes a kapcsolat, megvan az otthon. A gyermek jelenthet egy új kezdetet is a párkapcsolatban, vagy az otthonodat, a családot illetően. Itt a kulcs jelenti a te magabiztos fellépésedet, vagy ezzel a kulccsal le tudsz bizonyos dolgokat zárni, és egy időben kinyílik egy új dolog, ezek lehetőségek. Kihat a gyermekekre, kihat a szerelemre, kihat egy ingatlanra, vagy az otthonodra. Ami még kellemes, előtted ez a park, hiszen jelenti a nyilvánosságot,
megkapod az elismeréseket. Ha utazásról vagy külföldi kapcsolatról van szó, akkor megjelenik itt ez a hajó. Itt vannak még problémák, nehézségek, de az egerek eltávolítják ezt, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Az egerek el tudják az utazást is távolítani, és akkor az majd később fog bekövetkezni, vagy az egerek eltávolítják a korlátozásokat. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Tekints a mélybe. Vizsgáld mindazt át, ami átláthatatlan, hiszen ezt jelenti a felhő, olyan, mint egy fátyol, nem látsz át a dolgokon. Ez lehet a család, ez lehet az anyukád is, hiszen a hold jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket. Amit a hold még jelenthet, az álmok, a vágyak, az elképzelések, de ha nem hiszel ebben, és úgy gondolod, hogy minden olyan átláthatatlan, ebből nem lesz semmi, akkor változtass a hozzáállásodon, mert a szerencsét hoz. Itt megjelenik a négy levelű lóhere, a virágcsokor szintén szerencsét hoz, ugyanúgy, mint a csillagok. A csillagok jelenthetik azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Tehát legyen meg a bizalom. És a virágcsokor jelenti a te szépségedet, egy kreatív tevékenységet, vagy szeretnél valamit megszépíteni. Lesznek változások, hiszen mindkét kártyánál láthatóak az életutak, amikor elérkezel ehhez a kereszteződéshez, ami itt is látható, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez jelent változásokat. Ez lehet egy munkahelyi változás is, ami útban van hozzád, hiszen a horgony szimbolizálja a munkát és a hivatást. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Ez a kígyó jelentheti a megújulásokat, a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is, mint például egy szőkehajú nő, aki segít neked, itt látható a szerencse. Adja az élet erőt, egy időben itt megvan a gyógyító erő is. A medve nem csak a te élet erődet jelenti, hanem lehet egy személy is, akinek szava van, aki döntéseket hoz. Lehet az apukád, a főnököd, vagy egy bírósági ügynél lehet a bíró is, aki átvizsgálja itt a dolgokat, ami még átláthatatlan. Itt láthatóak a titkok is, hogy valaki eltitkol előled valamit. De a lilium virág jelenti azt, hogy itt kitisztul valami. Amennyiben a főnöködről van szó, előfordulhat az is, hogy a főnököd titokzatos, vagy eltitkol előled valamit. Itt megjelenik a lilium, gyakran utal szexuális témákra, hogy megvan nála ez a fantázia, de nem meri kimondani, talán jobb is így. És itt látható ez a levél, ez olyan hirtelen jön, tehát kapsz egy jó hírt, itt szerencsét hoz ez a levél, lehet egy szerződés is. Bizonyos dolgok olyan hirtelen történnek, ezt jelenti itt a kasza, és meg lesz a gyógyító erő, a biztonság érzete, ahol le tudsz gyökerezni. De valamit befejezel, valami lezáródik, ez lehet egy munkahelyi helyzet, vagy egy munkahelyi változás is. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!